Köszöntöm Szanyi Tibort, az ISZOM elnökét, és nagy örömmel vettem tudomásul, hogy május 1-jéről hajlandó vagy beszélni, mivel hogy hát ez a munkásosztálynak egy tradicionális ünnepe, holnap köszönt ránk, és mint több évtizede már a munkaünnepét munkanélkül ünnepeljük, tehát egy szabad napunk lesz. Hogyan fogod ünnepelni május 1-jét? Kérlek szépen, nagyjából úgy, mint bárki más, azzal a különbséggel, hogy a másik, mondjuk így, dolgozói vagy munkáspárttal, a Magyarországi Munkáspárt 2006 elnevezésű párttal, akivel mi szövetségben vagyunk, tehát Vajnai Attilával közösen megemlékezést tartunk Városligetben. Na most, mitől Városliget? Azért ez egy fontos dolog. Magyarországon, tehát Magyarország is az elsők között volt, akik egyébként 1890-ben megtartották az akkor frissen, az előző év nyarán, hogy mondjam, a Szocialista Internacionália által meghirdetett világmozgalmat, hogy május 1-e legyen. Igen, ünnepnap. Akkor még nem volt munkaszüneti nap, de mindenképpen ünnepnap volt. Tehát 1890-ben Budapesten, pont ott a Városliget sarkán, a mai Dózsa György út és az Ajtósi Dürer sor sarkánál, ott volt egy elég nagy tüntetés. Ez döbbenetes volt, hogy a Nemzetközi Munkásmozgalom előtte való nyáron, júliusban dönt egy ilyet, hogy hát akkor ez legyen, nem? És a következő év, május 1-e, nem egészen egy év múlva, 10 hónap múlva Magyarországon az akkori történelem addigi legnagyobb felvonulás, egy 60 000-es felvonulás zajlott. Borzalmasat ütött egyébként, csodálkozott mindenki, értetetlen volt, hogy ennyi ember, hát akkor nem mennyi lehetett Budapest lakossága, 5 millió vagy valami ilyesmi. Tehát minden tizedik ember ott volt. És gyakorlatilag a Szapári nevű miniszterelnök volt, aki meg is ijedtette a dolgot, hogy be is tiltotta rögtön. Na nem abban az évben, hanem a következő években. Ami aztán nem volt túlzott a sikeres, mert ugyanúgy fölvonultak az emberek, és akkor inkább azt mondta, hogy jó, hagyjuk, íze, béke, boldogság. Igen, hát akkor még önként vonultak föl, aztán eljött az nagyon a korszak, önként, amikor aztán szinte kötelező volt a május 1-i felvonulás a Kádár korszakban. Hát igen, ugye az 57 május 1-e volt az a legendás május 1-e. Ha már itt vagyunk egy televízióban, gondoljam el, hogy az volt a Magyar Televízió első ünnepi adása. Próba adásokban voltak, de ez a hivatalos dátum 57 május 1-e, hogy akkor indult el a televíziózás Magyarországon. De lényeg az, hogy ugye ott az októberi eseményeket követően volt egy nagyon kérdéses dolog. Azért én értem, hogy Rákosi ugyanúgy diktátor volt, mint azért Kádár is, sőt, most ezt nem ilyen félve mondom, mert mind a kettő vallotta, pontosabban Kádár egészen konkrétan volt, hogy ő egy proletár diktatúra élén van, tehát diktátornak tartotta saját magát is. Na elég az hozzá, hogy hát nem tudni mekkora, de valami borzalmas, nagyon komoly szervezés volt, szóval azért ott parancsra mentek ki az emberek, vagy erős unszolásra, akkor mondjuk így. Igen. De állítólag ilyen 3-4-500 000 ember volt megmozdítva. Szerintem ország mindenhol. Igen, és minden nagyobb városban volt. Igen, és hát az annál nagyobb rendezvény aztán Magyarországon nem volt még soha az életben. De az akkori rezsimnek az egy fontos dolog volt fölmutatni az eset. Egyébként az az igazság, hogy a későbbiek során kötelező volt ez a május 1, de azért olyan nagyon nem plüszköltek az emberek. Szóval azért nem, szerették a majálista. Beszélgettek, a munkahelyi kollektívák összejöttek, és akkor hát én is emlékszem a szüleimre, még apám nyakában ott menekedtem időnként. Tehát ez egy tök most mennyire van létjogosultsága ennek a majálisos ünneplésnek, egyáltalán a munkás osztálynak, mint olyannak? Ez már egy elavult fogalom. Igen, bizonyos mértékig, bár én azért azt gondolnám, hogy új életet akarunk mi lehelni ebbe a dologba, tehát azért a baloldali pártok foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Ugyanis az van, hogy
Elméletileg a legfőbb követelés az arra épült, a május esélye minden emi hagyományát illetően, hogy a 8 óra munka, 8 óra pihenés. Tehát 8 óra munka. Ez a lelke, igen, az egész történet. Igen, és ezt ma nem lehet elmondani, hogy 8 óra munka van. Hadd mondjak egy érdekességet, ez mindenkinek ajánlom, és ha reklámozzak, mert ez nem tévé, tehát nyugodtan mondhatom, Györe Zoltán egy gondolkodó, neki van egy nagyon jó, majdnem egy órás podcastja a munka történetéről. És tulajdonképpen engem is teljesen meglepett, hogy a mai közhiedelemmel ellentétben még a rabszolgatartó társadalmak is, meg később a feudális társadalmak is valahogy tiszteletben tartották az emberi genetikának azt a beállítottságát, hogy napi 6 óránál többet nem. 6. És az a rabszolgatartó társadalomra is igaz volt. Tehát hát ez meglepő. Nem gürisztették annyian a... Mm-hmm. Jó, persze nem volt jó dolog rabszolgának, de nyilván. De hagyták pihenni, meg például a feudális időkben ezt se gondoltam volna, a hétfő az olyan, félig olyan, akkor nem csodálkoztak az urak, hogyha nem jelent meg dolgozni a paraszt hétfőben, az olyan lustizós nap volt. Szombat, vasárnap az ugye az egyház miatt, de szombat az teljes munkanap volt. Na, elég az hozzá, hogy ez a 6 óra, ez az, ami egyiket az embernek tényleg jól esik. E fölött már fárad, és tulajdonképpen a kapitalizmus beköszöntével ugrott föl ez duplájára. Igen. Az volt a logika, hogy én megvásárolom az illetőnek a munka erejét, nem a munka idejét, hanem a munka erejét. Ez volt az elméleti alapja az egész dolog. Következésképpen időtől függetlenül dolgozzál látást, hiszen én a te munkaerődöt vettem meg, mondta a tőkés. Na most a mai világban ez hogy van? A lényeg az, hogy ez eléggé durván elment egészen a Szovjetunió megalakulásáig. Na most a Szovjetunió az egy borzalmas fenyegetettséget jelentett a kapitalista rendszerre, a fennállásának évtizedei alatt végig, mert ugye hát egyrészt ilyen pozitív mintának állították, bár diktatúra volt az is, meg sok hát, probléma volt. Igen, erre most nem tudunk kitérni. De a szociáldemokráciának tulajdonképpen ez volt a hátsó lendülete, hogy meg által a keresztény demokráciának, tehát ez a középutas politizálásnak. És hát akkor a jó létet föl kell húzni, mert különben ugye az, itt is begurulnak a melósok, átveszik a hatalmat, stb. És milyen érdekes a világ, ez a 8 óra, ez szinte mindenütt megvalósult, a világon minden. Majd a Szovjetunió bukása után újra elindult fölfele a munkaidőnek a... Ugye nincs fenyegetés, hajrá lehet. És a mai napig... De ez nem jelenti azt, hogy szeretnéd, hogyha a Szovjetunió újra létrejönne. Ez biztosul nem jelenti azt, viszont cserébe a munkásoknak, a szakszervezeteknek ezt újra ki kell harcolni. Magyarországon egyébként nem 8 óra. Tehát nagyon kevesen vannak, akik azt mondják, hogy 8 vagy ennek kevesebb. Igen. A mi pártunk, tehát az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, de ugyanúgy, mint a többi európai baloldali párt, mi masszívan azt mondjuk, hogy 35 óránál kevesebb legyen a heti munkaidő. 35 nálunk van. Uh-huh. Annál lejjebb kell, hogy legyen. Ez lehet 4 napos munkahét, 6 órás, sok minden formáció lehet, de ez a heti 35 óra, ez az, ami számunkra fontos, és mindennek a tetejében magasabb béreket is követelünk ehhez. Tehát tulajdonképpen nekünk a modern szlogenünk az az, hogy dolgozz kevesebbet, többért. Többért, igen. Ez furán hangzik, de ez, dolgozz kevesebbet, többért. Ez a mi jelmondatunk, és igazából, és akkor itt válaszolnék önnek a kérdésére, gyakorlatilag a tőkés államok olyan szinten tudták visszaszorítani a szakszervezeteket, olyan szinten tudták az embereknek a fejébe beleverni azt, hogy látástól vakulásig kell dolgozni, hogy ez ma már sajnálatos módon egy többé-kevésbé elfogadott dolog az embereknél, cserébe viszont elhűlés, mert nincs idejük művelődni az embereknek, mennek tönkre a családok, egyre nagyobb teher hárul az iskolákra, mert az otthoni nevelés kimarad, a gyerekek igen, életében ezt még valamennyire tudja, nem tudja pótolni. Mindenki tehát dolgozik. Egy degenerációs folyamat indul be a társadalmakban, testben, lélekben egyaránt. Ez az elcsigázottság. És ez. Ugye, hadd mondjak egy személyes verziót. Én egy boldog... Kevés időnk van már. Igen. Egy boldog családi körülmények között élek, tehát azt mondom, hogy
relatív jó módban, békességben, barátságban három kisgyerek. Ebből kettő iskolába jár. Általásban. A harmadik még kisebb. A harmadik még kisebb. Igen. Most van, a legnagyobb az 8-osztás gimnáziumban, de hát akkor is az még általánosnak minősül. Na, ahol el akarok jutni, egy kinkeserv az, hogy minden áldott nap átlagosan egy-másfél-két órát mindkét gyerekkel a házi feladatokat intézni. És tulajdonképpen így belegondolom, és mondtam is a feleségemnek, hogy mondta, ide figyelj, egy egyedülálló anya, akinek van három gyereke, és dolgozik sokkal többet, mint jó. Igen. Honnan az Úristenből van, lenne neki ideje ezeket a leckéket átvenni? Kizárólag. Igen, hát mivel hogy a fejlődés ugye megnövelte a követelményeket és az iskolai rendszer, de ez nem csak Magyarországon van így, hanem mindenhol, igen, Európában is. Ugye meg tudom ígérni, hogy a Szanyi kormány, hogyha mandátumot kap, akkor 35 óra lesz a hát ezt reméljük, hogy megérjük egyszer, hogy 35 óra lesz a munkaidő. Viszont ha már május 1-e, akkor egy másik fontos évfordulóról is meg kell emlékeznünk, mégpedig az Európai Uniós csatlakozásunk 20. évfordulója lesz holnap. Igen. Én azt szoktam mondani, hogy minden nehézség dacára ennél jobb nem történhetett volna Magyarországgal, mióta egyáltalán Ázsiából ide verekedte magát a Kárpát-medencébe. Meg aztán ugye a többiek, akik még már jöttek, csatlakoztak, szóval azért ez a magyar nép azért nem csak magyar nép, hanem az egy bonyolultabb összetétel. Hát ahogy igen. Több tucat ágaboga van ennek. De mindegy, akik itt vagyunk, tehát a magyar nemzet, akkor így mondanám. És az, hogy mi ezzel mennyire tudtunk élni, mennyire nem, ez azért nagy rész rajtunk múlik. Igaz, hogy összességét tekintve azért ez is egy kapitalista formáció. Tehát jelen pillanatban ez a népek Európája helyett, vagy az emberek Európája, vagy a dolgozók Európája helyett, ez a cégek Európája. A tőkés, ez egy tőkés formáció, alapvetően egy gazdasági szervezettség. Viszont, és ez nem tudjuk letagadni, és nem is akarjuk, tele van szolidaritási elemmel. Mindenféle szolidaritás van benne, köztük pénzügyi szolidaritás is. Ebből fakadnak azok a bizonyos segélyek, vagy ajándék, vagy támogatások. Az Európai Uniós támogatásokra, illetve pénzekről beszélsz. Érzékeljük, hogy ez mennyi, mi ezzel a 20 év alatt egy évet kaptunk ajándékba. Hát ilyen még soha nem történt Magyarországgal, hogy ajándékba kapta volna egy évnyi teljesítményét. De most ez megint egy másik kérdés, hogy ebből mennyi jutott a népnek, és mennyit vitt el a politikai, gazdasági elit. Sajnos ennek a többségét azért a gazdag vezetők vitték el, mondjuk így. Na most ebbe a dologba most nem tudunk belemenni, mert sajnos lejárt az időnk, de azért fejezd be a mondatot. Igen, csak azt szeretném mondani, hogy én magam részéről tudatosan soha nem nyúltam ilyen európai, nem pályáztam, meg semmi az égvilágon, hogy ne érő szó a ház elejét. De sajnos azt végig kellett néznem, hogy minden prüszkölés tiltakozás dacára ezt a pénzt elvitte a cica, konkrétan a magyarországi vezetőtők és elit. Ezen kéne változtatni a következő 20 évben. Köszönöm szépen, Szanyi Tibor véleményét hallottuk, és terveit, hogyha megvalósul egyszer a Szanyi Iszon vezette kormány. Így. Köszönöm szépen. Igen, éljen május 1-e. Igen, és éljen az Európai Uniós csatlakozásunk. Köszönöm kedves nézőink figyelmét. Elköszönünk Szanyi Tibortól, viszontlátásra, és tartsanak továbbra is velünk, ezzel véget ért a Pirkadat mai adása. Viszontlátásra. Köszönöm szépen.